Szerda délelőtt megtelt a Kalocsai Ökopont iroda előadóterme középiskolás tanulókkal. Nekik szólt a prezentáció, hiszen rendhagyó fizika órára hívták őket, ahol a radioaktív sugárzásról tudhattak meg többet. Egy általános bevezetőt követően hallhattak a természetes háttérsugárzásról, és annak egy kozmikus ágáról, az űrdozimetriáról is. A kőzetekben lévő urán hasadás vagy urán bomlása során egy radon nevű nemes gáz keletkezik, ami képes kijönni a kőzetből, és ez aztán sugárterhelést okoz. Ez okozza egyébként a sugárterhelésnek körülbelül a felét, ami minket ér. Tehát egyrészt érdemes ennek a hatását minél jobban megismerni, és az ebből származó következményeket csökkenteni. Erre egyébként egy nagyon egyszerű módszer van, hogy azokban a lakásokban, ahol magas lenne a radon koncentráció, gyakrabban kell szellőztetni. Tehát itt semmi nagyon extra dologra nem kell gondolni, mint arra, hogy akkor gyakrabban szellőztetni kell. A másik az űrből, a galaktikus sugárzás, ami ér minket, ez pedig elsősorban ott lehet érdekes, hogyha a tengerszinttől minél magasabban vagyunk, akár a repülők fedélzetén, akár az űrhajósokat érő sugárterhelés. Mivel dupla órát tartottak a 11.-12. osztályos tanulóknak, így ezek mellett a nukleáris energetika egy fontos területéről, a radioaktív hulladékok kezeléséről és a nagy aktivitású kiégett fűtőelemek végleges tárolásáról is tanulhattak. Megfelelő kőzettestet kell kiválasztani, amelyben ez a tároló kialakítható mélyen a felszín alatt, több száz méter mélyen, olyan 5-900 méteres mélységtartományban. Ezen kívül olyan műszaki megoldásokkal kell ezt megtámogatnunk, ami például a hulladéknak a konténeresítést jelenti, egy vastagfalú részkonténerben gondolkodunk, illetve egyéb zárásokat, tömedékeléseket kell kialakítani a tárolóban, annak érdekében, hogy hosszú távon biztonságosan működjön majd. A radioaktivitásról és a sugárzó hulladékok végleges tárolásáról készített beszélgetésünket hosszabban a hétfői gazdasági magazin műsorunkban láthatják.